Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 19-éig. Itt látható egy találkozás. Utalhat munkahelyet illetően egy szerződésre is. De, ahogy látható a képen, itt van valaki a háttérben. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, és figyel téged, figyel benneteket. Itt megjelenik az irigység vagy a féltékenység. Ez a helyzet betegíteni fog téged, ezt jelenti itt a második kártya, itt vannak viták, veszekedések. Vagy azt is jelentheti, hogy a viták miatt betegít téged valami. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy valaki beteg a környezetedben, vagy ez a téma koronavírus, ez betegít téged, vagy ez az egészségügyi téma, ez ami bosszant kicsit. De itt van a remény, hogy jóra fordul minden, hiszen itt látható egy kellemes meglepetés, amit itt a kártyák még mutatnak, hogy lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, egy meglepetés, utazások, vagy külföldi kapcsolatok. Ami az otthonodat illeti, illetve a párkapcsolatot, itt megvan az állandóság. Valami stabilizálódik köztetek. Itt lesz valami örömteljes, ez lehet egy meglepetés, vagy egy meghívás, egy ünnepség például. A lelki társad itt látható a képen. Az ő gondolataiban megjelenik a remény, és megjelenik ez a hír, tehát ő tervez valamit, szeretne téged meglepni, vagy lesz tőle egy hír. Előtte itt látható ez az ellenség, de ez az ellenség, ez a kapcsolat, vagy ez a szituáció elmúlik, hiszen itt látható ez a nagy szerencsétlenség, ami nem a lelki társadat illet, hanem ezt az ellenséget illeti, és emiatt ez az ellenség eltávolodik. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Mivel ez a szerencsétlenség eltávolítja ezt az ellenséget, ez számára szintén örömteli, így megvan újra ez a stabil helyzet. Itt a háznál elveszik valami. Az jelentheti azt, hogy lesznek változások, például egy költözködés. De mivel itt megjelenik a tolvaj és a pénz, azért figyelj oda, nehogy valaki ellopjon tőled valamit. De ez a veszteség jelentheti azt is, hogy eltávolítja ezt a tolvajt, és akkor itt minden rendeződik, nem kell attól félni, hogy valaki eltávolít tőled valamit, ellop valamit, de mivel a tolvaj itt van, azért légy kicsit óvatos, ügyelj a pénzügyi dolgokra. Ami még látható itt a képen, hogy megvannak nálad a vágyak, a remények, az álmok, a gondolataidban megjelenik ez a jó hír, az ajándék és a lelki társad. Itt van a remény, hogy mindez megvalósul, ez az álom megvalósul, lesz itt egy jó üzenet. Sőt, lehet az is, hogy lesz itt egy kis nyeresség a számodra. És ez volt a heti jóslás. Kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!